Szervusztok, Peti vagyok, és a Zava Group média csatornát nézitek. A mai epizódban bemutatom nektek ezt a My Passport Western Digital Wireless Pro külső merevlemezt, mely tele van tömve fantasztikus funkciókkal. Nézzük meg! Tehát így néz ki a doboza, a Western Digital My Passport Wireless Pro külső merevlemeznek. Ez egy 4 terabajtos készülék, és tele van tömve mindenféle kiváló funkcióval, tehát ahogy írja is, ez wireless, tehát ez azt jelenti, hogy vagy közvetlen, vagy egy otthoni wifi hálózaton keresztül tudunk hozzá csatlakozni, számítógépe, géppel vagy az okos telefonunkkal, a hozzávaló programmal, és tudjuk böngészni a rajta lévő adatokat, föl tudunk tölteni, gyakorlatilag minden funkcióját elérjük. Van benne egy 6400 mah akkumulátor, tehát akár powerbanknek is használható, nyilván akkor kevesebb ideig tud ő működni. Azt írja, hogy 10 óráig működik... Ha folyamatosan másolsz róla, meg másolsz rá, akkor az nem 10 óra. Maradjunk akkor ez a 10 óra, ez egy ilyen standby, talán visszajátszási idő, de amúgy majd mutatom, a belső menüjében van akkumulátor, kímélő üzemmód is. És így néz ki a termék, gyakorlatilag elfér a kezemben. Van rajta egy SD kártyaszlot, ez azért kiváló, mert hogyha uton vagyok, ugye ezt azért vettük, hogyha majd elmegyek a Tank Múzeum Tigris napjára, valamit fölveszek a kameráimmal, akkor ugye ez a kártya, ugyan ez most egy 128 GB-os kártya, de meg fog telni, és akkor annyit teszek, hogy ezt ide beledugom, és a készülék beállítástól függően vagy ennek a gombnak a lenyomására, vagy automatikusan minden, ami a kártyán van, azt átmásolja a 4 terabajtos belső Winchester-ére, majd kikapcsolom, visszarakom a táskába, és van egy másolatom, a kártyát törölhetem a kamerával, és folytatom a forgatást. Ezen kívül van neki egy gomb itt, ami egyrészt ugye az SD kártya másolást indítja, másrészt pedig mutatja, hogy meddig van az akkumulátor. Van benne egy USB port, amit tudunk használni eszközeink törtésére, illetve hogyha egy pendrive-ot dugok bele, akkor szintén ezzel a gombbal vagy manuálisan, vagy beállítástól függően automatikusan egyből rá tudom másoltatni mindent, ami a pendrive-on van, és azt egy minden egy ilyen másolást egy külön mappába ment el. Van neki ez a külső Winchestereknél már megszokott kétrészes USB 3-as dugaj, amivel mint egy rendes külső vinyó USB-n keresztül csatlakozható egy számítógéphez, és van neki egy bekapcsoló gombja, amit ha megnyomok, akkor életre kell. A WiFi fi LED addig villog, ameddig nem talál egy stabil wi jelet, de amúgy USB-n keresztül most már azonnal elérhető lenne minden, ami rajta van. Úgyhogy nézzük meg a programját. Tehát így néz ki a program, amin elérhető az eszköz. Láthatjuk, hogy mennyi az akkumulátor kapacitásunk, látjuk, hogy a helyi hálózaton keresztül csatlakozunk a MyPassport eszközhöz, mely 4 terabájtos kapacitású. Itt van, hogy mennyi területet fogalunk el gyakorlatilag. Képes arra, hogy automatikusan frissítse a filmvért, hogyha internetet talál. Van rajta egy Plex média kiszolgáló és egy twonki kiszolgáló, amit én jelenleg az akkumulátor kimélés érdekében kikapcsolva tartok, de ugye ezekkel okos tévén például megnézhetjük egyből azokat a fájlokat, amik rajta vannak. Itt találhatók a beállításai az USB másolásnak és az SD kártya másolásnak, tehát be lehet kapcsolni azt, hogy automatikusan importáljon, és azt is, hogy csak az új vagy az összes fájlt másolja át a csatlakoztatott SD kártyáról vagy USB eszközről. Itt állítható be az, hogy az akkumulátor teljesítményre vagy üzemidőre legyen kiegyensúlyozva, igazából a teljesítmény csökken, nem annyira észlelhető, hogy, hogy bárkit izzamalna az, hogy nem teljesítményre van euh, kiélesítve az eszköz. Van egy meghajtózárunk, ami azt jelenti, hogy csak akkor lehet hozzáférni legközelebb a meghajtóhoz, hogyha az USB-n keresztül van csatlakoztatva egy számítógéphez. Ugye a termék mindenképpen érdemes ellátni egy jelszóval, beállítható, hogy milyen nyelv legyen ez a menü, és beállítható, hogy SSH vagy FTP hozzáférést szeretnénk biztosítani a termékhez. A Wi-Fi menüpont alatt lehet beállítani a helyi hálózatot, amihez szeretnénk hozzáférni, illetve a saját wifi szerverének a beállításait, és itt tudjuk megváltoztatni. Az SD kártyáról történő mentéseket a Storage SD Card Imports mappában találjuk. Ilyenkor a készülék létrehoz egy mappát az aktuális dátummal, óraállással, az SD kártya megnevezésével, és ezekben a mappákban megtalálunk minden adatot, amit arról az SD kártyáról a készülék automatikusan átmásolt. Ezt az eszközt az interneten vásároltam, nem ettől az eladótól, de nagyjából ugyanezért a 215 eurós árér. Nagyon megéri, nagyon jól működik, gyors, egyszerű, nagyon jól működik az azonnali másolás funkció, minden centjét megéri ennek a 215 eurónak. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, Iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerősétekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!